Augusztus 12-e a Fiatalok Világnapja. Az ünnep célja, hogy a fiatalok kapjanak egy olyan napot, amikor felhívhatják a figyelmet a társadalomban elfoglalt szerepükre, jogaikra, valamint nehézségeikre. Sokan úgy gondolják, hogy most a legnagyobb akadályt a pandémia okozza, ami miatt kevesebb a közösségi élet és nehezebb társas kapcsolatokat kialakítani. Egy igazság szerintem most nem tudnak elmenni szinte sehová bulizni. Vírus véget, meg hát a oltási kártya igazolvány, ez most befolyásolja őket. Fáncsi Balázs, szekszárdi diák polgármester is részben hasonló problémákat fogalmazott meg. Ő elmondta, hogy az ifjúsági önkormányzat egyrészt szeretné bővíteni a szórakozási lehetőségek tárházát, másrészt pedig segíteni azoknak, akiknek gondot okoz a beilleszkedés. Terve van nekünk most egy IQ Magadért nevű program. Ennek a célja az lenne, hogy az olyan fiatalokat, akik nehezen fejezik ki önmagukat, nehezen kommunikálnak másokkal, esetleg nagyobb tömegek előtt nem tudnak beszélni, őket segítenénk ilyen délutáni zenés, sportos, beszélgetős foglalkozásokkal. Novák Katalin, családokért felelős tárca nélküli miniszter Facebook oldalán köszöntötte az ifjúságot, ahol kifejtette, hogy a kormány feladatának tekinti, hogy segítse a fiatalokat. Ennek érdekében támogatják őket abban, hogy ingyen megszerezzék az első nyelvvizsgájukat és jogosítványukat, illetve abban is, hogy a világ legrangosabb egyetemein tanulhassanak tovább.